Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Szív ellenzés. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Améria részére. Kedves Améria, üdvözöllek téged, ez a te felvételed. Te megismerkedtél valakivel interneten keresztül, de olyan furcsa a viselkedése, és mindig visszahúzódik. A kérdés az, hogy alakulnak a dolgok, ezt megtekintjük ennél a szív elemzésnél. Az ő jelenlegi helyzetét ez a kártya mutatja. Ez a férfi őt szimbolizálja, tehát ő áll most a középpontban. Nem másokkal foglalkozik, nem is a kapcsolatokkal, hanem ő saját magával. A te jelenlegi helyzetedet ez a hajó mutatja. Ez utalhat egy utazásra, utalhat külföldi kapcsolatokra, de ez egy belső út is, és ha így van, akkor az jelenthet egy ilyen kármikus kapcsolatot köztetek. Ez a hajó szimbolizálja a reményt is. Mi fog történni? Milyen lépéseket tesz ő irányodban, azt mutatja itt ez a kártya. És ez a változásokra utal, a könnyűségre is, és ez a négy levelű lóher szerencsét hoz neked, vagy neki, vagy mindkettőtöknek. Mit kell, hogy tegyél, ezt mutatja ez a fa. Neked nagyon fontos, hogy valahol gyökeret verj, hogy az legyen az érzésed, na végre eljutottam oda, amit szerettem volna elérni. Egy fa növekszik, de ahhoz idő kell. Ahhoz is, hogy gyümölcs teremjen. Tehát ez a kép mutatja azt is, hogy légy türelmes. Amíg kialakul köztetek egy kapcsolat, ami téged boldoggá tesz. Mi van köztetek? Ezt mutatja ez a virágcsokor, ez jelenthet szerencsét, egy meglepetést, kellemes dolgokat. Azon kívül mutatja a külsőt is. Egy jóképű férfi, és mutatja a te szépségedet is. Miért húzódik ő vissza? Erre megadja a választ ez a nagy hegy, és az a nehézségekre mutat. Ez az ő életútja, és jelen pillanatban vannak ezek a hatalmas problémák előtte. Hogy alakul tovább, hogy rendezi a dolgokat, ezt mutatja ez a kereszt. Természetesen lehet ez egy vallási téma is, de lehet az is, hogy ő felteszi a kérdést, kiben bízhatok. Lehet az is, hogy ezek miatt a nehézségek miatt egy kicsit elbizonytalankodott és várakozik. Figyeli az eseményeket, hogy kiben bízhat meg. Mit tudnál te megváltoztatni, hogy jobb legyen a viszony közöttetek, ezt mutatja ez a csillagkép. Jóra fognak alakulni a dolgok, bízzál ebben. Akkor is, ha jelen pillanatban itt van ez a felhő, ennél a felhőnél nem látod az eseményeket, mert minden olyan borús. Várj, amíg
itt kitisztázódik ez a helyzet, amíg ő megmagyarázza neked, hogy miért viselkedik így, vagy miért ilyen visszahúzódó. Ez kiderül, bízzál ebben. Az energia, ami kettőtök között van jelen pillanatban, azt át tudom változtatni számokra, és ez a kettes szám, ez egy párkapcsolatra utal, éget, és őt mutat. A nulla szám pedig az ötleteket és a terveket. Ez a párkapcsolat, ez a te gondolatod, ez a párkapcsolat az ő gondolata és terve, de amíg ez így megvalósul, ahhoz idő kell. Ez a fa jelentheti a szeptember hónapot. Most felteszem a kérdést. Szeret ő téged, szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani? Igen, nem, vagy bizonytalan. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, nem, ő nem akar párkapcsolatba lépni, és ha az inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Itt lassú mozgásról van szó, de jobbra fordult ki az inga, és az azt jelenti, igen, ő szeret téged, és szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani. Kedves Amíria, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, én kívánok minden jót, szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!